Nőnap, hirdeti a virágbolt táblája. Ez a férfi 10 darab orchideát vásárolt, hogy meglepje szeretteit. Ezek a cserepesek a belül. Ez a 10 darab? Igen. Az üzlet tulajdonosa elmondta, minden évben készülnek az alkalomra, ugyanis a legforgalmasabb napok közé tartozik. Vannak, akik nem bízzák a véletlenre, és időben leadják a rendelésüket, hogy biztosan kedveskedni tudjanak a női családtagoknak, ismerősöknek. Hozzátette, nem csak a felnőtt férfiak, az egészen fiatalok is betérnek ilyenkor az üzletbe. A tulipán, a jácint, narcisz, mindenféle ilyen kis tavaszi virágok, mi igazából azzal készülünk a legtöbb darabszám van, és akkor, de ugyanígy a rózsa, a mondhatnám gerbera, mindenből visznek, de ezek inkább a trendik most. Ez a szexárdi férfi azt mondja, 20 éve él párkapcsolatban, minden esztendőben meglepi a párját. Ők is az életünk része, nem is lényegtelen része, és hát ha már van egy ilyen lehetőség, akkor azt kihasználjuk. Nem mellesleg a hölgyek is szívesen fogadják a meglepetéseket. Van, aki azt mondja, viszonozza is a gesztust. Persze, egy jó ebéd vagy egy jó vacsora, igen. Igen. A Babits Mihály Kulturális Központ egésznapos programsorozattal kedveskedett a gyengébbik nem képviselőinek, amely során mozgásos programok, női termékek vására, pszichológiai előadások, mozifilmek, talkshow és táncos rendezvény is helyet kapott. 2017-ben indítottuk a Nőnapi Kavalkádot, és már akkor látszott, hogy a hölgyeket megfogja ez a programsorozat, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ilyen alkalmakkor kifejezetten bizonyos rétegnek szervezzünk vegyesen mindenféle programot, ugyanis ez felkelti az érdeklődést. A Nemzetközi Nőnap, a Női Egyenjogúság és a Nők Emberi Jogainak Napja, amelyet 1917 óta ünnepelnek a világban március 8-án.